Sziasztok, Feri vagyok, ismét jelentkezek. A tegnapi videóm nagyon nagy port kavarta a Facebookon és a YouTube-on is egyaránt, és nem számítottak róla, hogy ennyire őszinte videót tud valaki készíteni a VHS gyűjtés árnyoldalairól, főként ezzel a két szereplővel, akit az egyiket megneveztem, a másikat nem, de megfogom majdnem soká. Tudni kell, hogy ennek a videónak van utóélete, nem is akármilyen, ugyanis az egyik elkövető az jelentkezett a Facebook csoportban, a VHS csoportban, ahol kiraktam a videókat, és a videót, hogy szó szerint rágalmazási hadjáratot indított ellenem, hogy én mennyire szemét vagyok, stb. Ne rágalmazom GDPR, stb. Viszont ennek ellent mond az, hogy én egy jó pár embertől tudok olyan infót, ami ellene volt, tehát kaptam olyan screenshotokat, a beszélgetéseket, illetve a kommenteket másoktól, amit ezzel az illetővel folytattak, és ott kiderült, hogy eszméletlen simlis egy csávó. Meg is nevezlek, drága Attila, ifjabb Merényi Attila a neved. Facebookodat mindjárt kirakom ide, csak egy eredetentés képen, hogy nézzék, milyen jó ember vagy. Bár gyanús a profilképen, mert lehet, hogy kamu vagy, de hát ugye a stílusodból lehet ítélkezni. Nem csak szerintem mások is írták. Lényeg az, hogy Attila, milyen kikerült a videó a Facebook csoportba, a VS csoportba, egyből rám írt privátban. Rögtön szinte persze pontosan akkor, hogy látta a videót, és miért említem meg, GDPR, stb. Kedves Attila, ez nem GDPR, attól, hogy a keresztnevedet odarakom, az nem azt jelenti, hogy neked a lakcímet, telefonszámot, profilképet, mindent megosztottam. El akartam kerülni, úgy voltam, hogy hát, ha normális ember leszel, és eltűnsz a francba innen, és nem fogsz több embert fertőzni a hülyeségeddel. Nem így történt. Elkövette egy olyan hülye hibát, amiben belefutottál, csak te nem veszed észre. A legelső privát üzenetedben, amit nekem küldtél, írtad azt, hogy téged nem a pénz érdekel, tehát olyan embernek akarod eladni a kazettákat, aki téged megbecsül. És aki a kazettákat megbecsül és a filmeket szereti, neki a pénz nem érdekel. Most ugye, aki ismer engem, Déferi néven, vagy illetve Kárd néven vagyok fönt a Facebookon, YouTube-on, Kripiséken, stb. Az tudja, hogy én több mint 30 éve gyűjtöm a kazettákat, imádom a filmeket, főként a horrorokat. Négy éve írok a Kripiség nevű horror oldalra cikkeket horror témában. Gyakorlatilag minden horror klasszikus megvan, nem csak itt, tehát amit itt látok kazettákat, ez csak egy része. Négyszer ennyi van a polcokon, beépített szekrénybe, stb. Nagyon sok helyen van kazettám, tehát nem csak ennyi van, nagyon sok klasszikus megvan. Amit kellett volna tőled például, az nincsen, de majd előbb-utóbb meg lesz, tehát ne aggódjál, meg fogom szerezni nélküled is. Hol is tartottam? Ja igen, szóval lényeg az, hogy rám ér a GDPR, stb. Hát mondom, lebuktattad magát, kisfiam, a leges-legelső kommentje az volt a videó alá, hogy ő a pénz miatt csinálta, ugyanis aki többet fizet, azért a kazi. Tehát amit nekem írsz, barátom, az, hogy téged nem érdekel a pénz, illetve amit kiraksz, hogy tényleg mégiscsak a pénz miatt csináltad, ellentmond, tehát egy gerinctelen féregnek tartalak ezek után, de nem csak én, nem mindenki, sajnos ez az igazság, mondjuk ki őszintén, de nem is az a baj, hanem utána még elkezdted saját magad alatt ásni a fát, vagy jól leszoptad a lovat magad alatt, ugyanis amiket irkálgattál, arra mindig tudunk olyan kommentet, illetve olyan képsorokat mutatni, képeket mutatni, amit screenshotoltak mások beszélgetéseiből, illetve kommentekből, gyakorlatilag. Azt is tudom például, kedves Attila, hogy amit akartál rámsózni Halloween film, az nem a tied. Ugyanis ma reggel rám írt a kazinak az igazi tulajdonosa, hogy elküldte ugyanazt a képet, amit te küldtél nekem, hogy neked a kazetta megvan, amit én talán kitettem a videóba képet róla, az nem a teljes, ugye az le lett vágva, én vágtam le, azon látszik egy kéz. Az a kéz annak a kazetta tulajdonosának a keze, aki nekem küldte a képet, akitől te meg akartad venni a kazettát, hogy elad nekem háromszoros áron, vagy négyszeres áron. Bukta, mert nem jött össze. Na most mihelyt ezt én megírtam neked a Facebookba, sőt aztán nem privátban, hanem úgy update-elve írtam ki a poszthoz, hogy hoppá barátom, lebuktál, nem is a tiad a kazi. Tehát olyan üzletelsz, ami nincs is a birtokodban. És úgy lesz az egy képet küldöd mindenkinek, akit neked akarod sózni, amit küldtek neked legelőször. Törpe bosszúját is például ugyanazt a képet küldöd el négy-öt embernek is, aki neked akartad adni, csak nem jött össze, hogy mindenki. Tehát én mindenkivel felvettem a kapcsolatot, aki írt rám, hogy figyelj, ismernek téged, illetve Tóth Gyulát, és rá is majd rátérünk. Nem jött össze, tehát bukta. Magyarul barátom, ez enyhén görénység, amit művelsz, tehát hogy te egy olyan kazettával próbálsz üzletelni, ami nincs is a birtokodban. Írta nekem ez a kollega, aki küldte a képet, hogy te bevallottad neki azt, hogy ezt azért szeretni megszerezni, mert ígérted valakinek. Magyarul te neked az a szokásod, hogy olyan kazettákat, ami nincs a tulajdonodban, te azt tovább akarod adni pénzszerzés reményében, ez görénység. Megmondom őszintén, ez görénység. A VHS gyűjtés nem arról szól, hogy átbasztuk a másokat és olyan kazikkal üzletelünk, ami neked még nincs a tulajdonodban, vagy tulajdonodban van, de nem igazi. Lásd Tóth Gyula. Egyszerűen nem erről szól, ha nem tudod ennek a lényegét, akkor takarodj a francba innen a csoportba, takarodj a francba a világba, mert te nem vagy arra sem méltó, hogy egyáltalán befogadjunk téged ilyen csoportokba, illetve az emberek közé. Nem tudom miért, nekem ez így nagyon felcseszt az agyam, hogy te ilyen görény vagy, és még büszkén vállalod is, hogy te mennyire GDPR, meg anyám tyúkja, meg minden vagy. Tehát. Jó. Oké. Okay.
Másik dolog, tehát Attila ezzel azt érte el, nem ő érte el, bocsánat, reggel arra keltem föl, miután ezt megértem, hogy letiltott engem is, pár kommentelőt is, illetve pár olyan embert, akit át akart baszni, csúnyán mondom, át akart verni a Facebookon, illetve a jófogáson, stb., akik írtak nekem, hogy ez a fickó ez mennyire veszélyes és miket csinál. Gyakorlatilag a szegény csávó most ott tart, hogy letiltott mindenkit, és most meg van sunyiskodva, meg van hunyászkodva. Tűnj a büdös francba, Attila. Köszönöm. Másik, Tóth Gyula. Tóth Gyuláról még érdekesebb sztorik derültek ki, ugyanis van egy pár ismerősöm, nem csak itt, hanem Angliában is, aki az egyikük rám írt, hogy tavaly előtt vett tőle, azt hiszem 2000 darab kazettát, valami 60 ezer forinti, vagy 30 ezer forinti, 60 ezer, ha jól emlékszem. És nem nézte még meg, viszont a kérésemre lement és megnézte, és a kazetták tizede, tehát több mint 200 darab, hamis. A borítók az oké, a borítókat említetted neki, hogy az a fénymásolva lesztek, oké. De hogy a kazetta hamis, hogy látszik rajta a vágáscsik, hogy látszik rajta a betűtípus hiba, hogy látszik rajta, hogy el van mosódva a felirat. Barátom, ez görénység tényleg, tehát Attila van, nyugodtan fogják kezed, Gyula, mert ez görénység, ilyet nem szabad csinálni. De nem csak ez a srác van, az angliai srác van, vagy a magyar, aki Angliában él. Írt még 3-4 ember, akivel tavaly üzleteltél ugyancsak, nekik árta egy pár darab kazit, nem tudom pontosan mennyiért, nem fogom kiderni, üzeneteket kirakom ide. Üzeneteket ki fogom tenni, csak hogy láss, hogy nem kamuzok, tényleg írtak rám. És nekik is ugyanazt játszottad el, mint a többiekkel, hogy otthon te szépen szerkezgeted Photoshoppal a kazettaborítókat, a kazettákat másokat, hogy szartodsz el, csak azért, hogy neked minőségi kazettáid legyenek, hogy ezt a kibaszott múzeumot meg tudj nyitni. Nem fog sikerülni, tudod, mit fogunk csinálni, barátom? Ha esetleg összejönne a múzeum, elmegyünk oda a barátaimmal, nem fenyegetés, csak elmegyünk a barátaimmal, megnézzük, melyik a miénk, mert tudjuk nagyon jól, melyik volt a mi tulajdonunk, és kicsőjük azzal, amit te küldtél. Mit szólsz hozzá? Jó lesz? Jó lesz. Viszont csak hogy ne legyen ilyen könnyű a dolgod, még azt a pár üzenetet, amit másoknak küldtél, azt belinkelem ide, hogy lássák, hogy nem légből kaptam a sztorit, tehát hogy te valójában miket csinálsz, mert úgy vagyok vele, hogy te és havarod káros vagytok a VHS gyűjtőkre, illetve az egész az ilyen, hogy mondjam, gyűjtés fogalomnak a meghatározására. Tehát szépen mondva, te egy eszméletlen bunkó görény ember vagy, aki átbasz másokat, csak a haszonszerzés reményében, hogy ez neked kielégülést okoz-e, otthon elrevered a faszod, vagy pedig simán csak tetszik neked, mert hogy embereket át tudsz baszni, az egyéni döntésed, egyéni te dolgod, mi nem bírjuk az ilyet. Azzal a pár emberrel, nem pár ember, sok emberrel, bocsánat, mert YouTube-on és Facebookon is kaptam olyan kommenteket, amit titeket minősít, főleg téged, Gyula. Ezzel nem tudok mit tenni, annyit tudok csinálni, kirakom a videót, tiltunk mindenhonnan, illetve égetünk, ahol csak tudunk. Magadnak köszönted, ez nem bosszúhagyjárat, ezt magadnak köszönted, én nem tűröm az olyan embereket, akik egyszerűen gerinctelnek a többiekkel. Kész. Nekem is van hibám, megmondom őszintén, nekem is van hibám, viszont én soha nem basztam át senkit. Mihelyt olyan dolog volt, hogy nem voltam biztos, írtam, tisztáztam, oké, nem volt még belőle probléma. Bárki megkérdezett a csoportba, vannak olyanok persze, akivel rosszban vagyok, mert hogy olyan kommunikációs stílusa van, amit én nem bírok, tehát az oké, de viszont ha anyagiakról, illetve kazettákról van szó, én VHS gyűjtőként nem szoktam senkivel se szórakozni. Nem baszok át senkit, főként nem olyat, akinek a szívügye a videókazetta korszak. Szóval ennyit szerettem volna nektek mondani, gyerekek. Tehát ifjabb Merényi, Attila és Tóth Gyula a két legkárosabb ember a VHS csoportokban, akit valaha láthattatok. Ne üzleteljetek velük, tiltsátok, ahonnan csak tudjátok. Nem, bármit kommentelnek, ne higgyetek nekik, mert mondom, ki fogom ide rakni mindjárt, sőt, akkor is a képernyőmentéseket, illetve a beszélgetéseket, amik ellenetek szólnak, tehát úgymond az áldozatoknak a beszélgetése, amiket ti átbasztatok, vagy át akartatok baszni. Nyugodtan meg lehet keresni a kontaktokat, de szerintem tudjátok, kikről lesz szó úgyis, tehát meg ha akar, úgy is jelentkezik majd az a pár ember. Minden esetre én szeretném, ha eltűnnétek a büdös francba, és hagynátok rendesen a VHS gyűjtőket hódolni a szenvedélyüknek. Ennyit szeretnék kérni. Köszönöm szépen, megnéztétek a videót, bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek föl itt kommentben, illetve a Facebookon a VHS korszak csoportban. Én Feri voltam, és kellemes hétvégét kívánok nektek, nem sokára unboxing, sziasztok!